Akár rekordot is dönthet a belföldi használt autó eladások száma 2018-ban, év végére akár a 750 ezret is elérheti az autó átírások száma. A válság évei után az autópiac helyzete is bizonytalanná vált, az elmúlt években azonban egyre jobb eredményeket hoz a járműkereskedelem is. Egyre több a magánvásárló az autópiacon. A 2018-as év pedig akár rekordot is dönthet a belföldi használt autó átírások tekintetében. Egyes becslések szerint ez a szám akár 750 ezerig emelkedhet. Tavaly ez a 688 ezret érte el, ami egy 11%-os emelkedést jelentett a korábbi évhez képest. Így a 3,4 milliós hazai állománynak több mint 20%-a megfordult a piacon 2017-ig. Ez most már látszik, hogy évek óta emelkedik az új és használható autóértékesítés Magyarországon. Hát az elmúlt év az, az jelentősen növekedett a 2017-hez képest, 2016-hoz képest, és az úgy tűnik, hogy ez a trend ez nem állt meg 2018-ban sem. Ha 18 első hónapját kell néznünk, az összpiac 37 kal növekedett a személyautópiacon, igaz, hogy a tavalyi bázis a január az nem volt túl erős, de akkor is ebből lehet következtetni, hogy erős évelé nézünk. A válság évei után nem csak az ingatlan piacnak volt bizonytalan a helyzete, az autópiac is megtorpant. Sokan a magas árak miatt nézelődnek inkább a használt autó között, de a jóvételi lehetőségek is befolyásolják a választást. A vásárlás során például nem javasolt csak hitelből vásárolni, ugyanis a járulékos költségeket, mint például az átírási illeték vagy egyéb felszereléseket az új tulajdonosnak kell kifizetnie. Valamint számolni kell a fenntartási kiadásokkal is, ilyen az adó és a várható költségek. A választás előtt nagy segítséget jelenthet, ha különböző fórumokon is utána járunk az autóknak, de számos dologra kell figyelnünk, ha hosszú távra szeretnénk megbízható autót vásárolni. És hogy pontosan mire kell odafigyelni, ezt már Görömbeiné dr. Balmaz Katalin megyei békéltetőtestület elnökétől. Kérdezem, kezét sokkal, jó, jó napot kívánok! Hát első körben azért arra, lenne, arra lennék kíváncsi, hogy a békéltető testület hogyan jön képbe használt autóvásárlás esetén önöknek milyen funkciójuk van. Nyilván a nagyszámok törvénye alapján, hogy nőtt a használt autó vásárlásoknak a száma, így természetes, hogy a vitás ügyek száma is nő. El kell mondanom, hogy a tavalyi év összért, össz tekintve, ügy számát tekintve, mintegy 5%-ot tesz ki a használt autóval kapcsolatos panaszoknak a száma, azok az ügyek, amiben konkrét tárgyalásra, tehát befejezésre került az ügy. Ez sokkal nagyobb azok, akik tanácsadással fordultak a békeltető testülethez ilyen ügyekkel kapcsolatban. Én azt tudnám vásá a vásárlóknak, fogyasztóknak ajánlani, hogy ne ötletszerűen ugorjanak bele egy használt autóvásárlásba. Mindenképpen sokkal egy nagyobb, hosszadalmasabb, előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy egy használt autót megvegyenek, mint egy szalomban új autót vásárolnának. Egyrészt azért, mert nagyon sok buktatója van, Érdemes megfontolni azt, hogy hol vásároljuk az autót, magánszemélytől, vagy pedig vállalkozástól. A békeltető testületnek csak abban az esetben van szerepe, hogyha vállalkozástól vásárolja a fogyasztó a használt autót, vagy bármilyen, mert motorkerékpárról is szó lehet. Lényeg az, hogy ilyen esetben jön létre fogyasztói szerződés, és a békeltető testületnek csak fogyasztói szerződés esetén van hatásköre. Hogyha önökhez fordulnak, akkor milyen panaszokkal fordulnak? Mi a legjellemzőbb? Legjellemzőbb a szavatosságból eredő panaszoknak a száma. Tisztáznunk kell, hogy mi is a szavatosság, és hogy hogyan is jön a használt autóhoz a szavatosság kérdése. Nagyon fontos elmondani, hogy hiába használt termékről van szó, a használt termékekre a polgári törvénykönyv minimum egy év szavatosság időt ugyanúgy előír, mint bármilyen más, akár új termékre is. Hogy mi is az a szavatosság, hát itt elsősorban kellék szavatosságról beszélünk. A kellékszabatossága az azt jelenti fogyasztói szerződés esetén, hogy a fogyasztónak, ha hibás terméket kap, akkor joga van ahhoz, hogy négyféle fogyasztói jogot érvényesíthet. Egyrészt kérheti a kiavítását, másodszorban kérheti a kicserélését, harmadsorban az árleszállítást, és negyedszorban pedig a szerződéstől elállhat, tehát a vételárnak a visszafizetése. Itt legtöbbször az a probléma, hogy eleve a kereskedők nem minden esetben ismerik azt el, hogy fennáll maga a kellékszabadossági igény. Már pedig azért, mert olyanokra hivatkoznak legtöbbször, hogy kopó forgó alkatrészek meghibásodásából ered a e, probléma, vagy eleve e, kisebb kereskedők, akik nem kellően jártasak a jogvilágában, azt mondják, hogy nem is vonatkozik a használt autóra a garancia illetve sokan összekeverik a két szót, most én direkt így mondtam, tehát itt elsősorban nem jótálásról, garanciáról beszélünk, hanem csak e, kimondottan kellék Előfordul egyébként a jó Jótálás is ilyen esetben, de ez csak kimondottan szerződéses jótálásról lehet itt szó. Tehát, ha a kereskedő és a fogyasztó szerződésben kötöttek jótálási szerződést, illetve még egy eset van, abban az esetben, ha a gépkocsi olyan korú, hogy még a gyártói garancia, illetve jótállás, ugye ez a két szó ugyanazt akarja, még nem járt le, akkor az új vevő automatikusan ugyanúgy jogosultja lesz a jótállásnak, mint az eredeti vevő. Gondolom, itt azért különbséget kell tenni a között, hogy hogyha mondjuk hat hónapon belül történik valami az autóval, akkor ott különféle bizonyítási eljárások vannak. Tegyük ezt rendbe, hogy milyen bizonyítási Igen. eljárások, mert nem mindegy, hogy ki bizonyít mit. Így van. Ez egy törvényi vélelem, ami azt mondja, hogy fogyasztói szerződés esetén az első hat hónapban felismert hiba esetén úgy kell tekinteni, mintha az már a vásárlás időpontjában benne volt a termékbe, és itt a bizonyítás Kötelezettség a kereskedőn van. Tehát, ha a fogyasztó meg hazaviszi az autót, kiderül, hogy ez egy rossz autó, mert ott maradt az úton valahol, akkor elsődlegesen az a feladata, hogy a hibát közölje a kereskedővel. És a kereskedő, ha ezt kétségbe vonja, hogy ez a vásárláskor már megvolt ez a hiba, és nem az eladás után keletkezett, akkor neki kell azt bizonyítania, hogy Benne volt -e a vásárlás időpontjában, vagy nem? Tehát nagyon egyszerűen, hogy hogyha mondjuk én vásárolok egy autót, hat hónapon belül vagyok, és lerobbanok az autópályán, mert hogy tönkre ment a motor, akkor ezt az autókereskedőnek kell bizonyítania, hogy, hogy, hogy az én használatom miatt ment tönkre a motor. Így van, ha ezt így nem van. tudja bizonyítani, akkor pedig köteles javítani, vagy visszafizetni a pénzt? Hát Mit attól függ. Elsős, tehát az előbbi felsorolás az, hogy javítás, kicserélés, hát ilyenkor használt autónak a kicserélés nem igazán jöhet szóba. Álleszállítás és vételár visszafizetése, ez a jogszabály, hogy felsorolja ezt a sorrendet, ez magátnak a szavatossági jogotnak az egymás utániságát is jelenti. Tehát ha javítható, akkor elsősorban javítást kell megoldani az a leggyakoribb hiba, hogy a, már a vásárlás időpontjában nem kellően tisztázott az, hogy milyen autót is vett a fogyasztó. Éppen ezért mindenképpen azt ajánlom, hogy semmiképpen ne vegyenek meg úgy autót, hogy az autóról nem készült állapot felmérés. Gyakori kereskedői fogás az, hogy azt mondják, hogy Pár százezer forinttal olcsóbban adom, attól függ, hogy ugye milyen értékű kocsiról van szó, ha nem kéri az állapotfelmérést. Semmiképpen nem menjünk bele. Másik fontos dolog, hogy csak az olyan hibák esetén nem élhetünk szavatossági jogokkal, ami a vásárlás időpontjában konkrétan rögzítve lett. Tehát ha például én úgy veszem meg egy autót, hogy ö, ö, olajcsere szükséges hozzá, mert esedékes a kocsinak az olajcseréje, és én ennek ellenére nem cserélem le az olajat, és besül az motor emiatt, akkor én itt már szavatossági igényt nem érvényesíthetek. De ha kicseréltem az olajat, minden karbantartást úgy, ahogy kell, elvégeztettem, és ennek ellenére mégis probléma van, akkor már ez a szavatossági igényem újraél. Olyan előfordult, hogy visszafizették az autó vételárát? Mert időközben kiderült, hogy mondjuk korábban totálkáros volt, vagy éppen nem olyan állapotban adták el, amilyenben szerette volna. A testület ügyei között nem volt ilyen. Sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon keményen elzárkóznak még a szabatosság igény érvényesítésétől a kereskedők. Legtöbbször csak ajánlást tudtunk megfogalmazni, ami nem kikényszeríthető, de az ajánlásoknak a, ilyen esetben a általánostól eltérően, ahol olyan 70%-os a teljesítés aránya, itt olyan 50%-os csak. Tehát ez még egy olyan szegmense a kereskedelemnek, ahol még úgy érzem, hogy a kereskedőknek is némi jogtudásra szert kell tenniük. Mi a különbség, illetve miért védi jobban a vásárlót, hogy hogyha autókereskedőtől vásárol használt autót, mint hogyha magánkéztől vásárolná? Jobban védi egyáltalán? Jobban védi, igen. Már pedig azért, mert hogyha simán két magánszemély vásárol egymástól autót, vagy kötnek egymással üzletet, akkor egy polgári jogi jogviszony jön létre. Viszont a ö, új PTK, bár már elég régen meg van már több éve, de még mindig így mondjuk, ö, a fogyasztót fokozott védelemben részesíti, és azt mondja, hogy a fogyasztási szerződés esetén bizonyos törvényi vélelmeket állít fel, amelyeknek ö, a törvényi vélelmet meg kell ahhoz dönteni a kereskedelemnek vagy kereskedőnek, vállalkozásnak, hogy ö, ö, ezt a dolgot ő maga javára tudja fordítani, vagy hogy mondjam, hogy a, Tehát egy védett helyzetben van a fogyasztó tulajdonképpen. De az sem mindegy, hogy a használt autókereskedő a tulajdonában, használt autókereskedőnek tulajdonában van-e az autó, vagy sem csak akkor jön létre a fogyasztási szerződés, hogyha a tulajdonában van, tehát ha bejegyzett forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos a kereskedő az autónak, ugyanis ha bizományosként jár el, akkor ő csak egy közvetítő, tehát őt semmiféle kellékszabatossági jog nem terheli, ott megint csak a két fél között az autó eredeti tulajdonosa és a vevő között létrejött polgári jogviszony jön létre. Tehát érdemes erre is odafigyelni. Így van. Köszönjük szépen, hogy Én itt Én is voltál. köszönöm a lehetőséget.